Tehát nem lehet akárki vezető, mert önmagában sem az intellektus, sem a karizmatikusság, sem semmi, amit régen gondoltak, hogy a szép testalkat és a hősies kiállás, mert történetesen lehet valaki pici és gömbölyű, mint tudjuk. A szuverenitásvédelem az nem Magyarország szuverenitásáról szól, hanem a kormányzó erők szuverenitásáról, akár velünk szemben is. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hiszen kínai rendőrök cirkálnak Budapesten, és orosz propagandát terjesztünk. Hogy mielőtt elaltatnak a vakbél műtétünkön, látni fogjuk, hogy lehet, hogy a külügyminiszter hajol fölénk egy szikével, hiszen ő az, aki nyilván a legalkalmasabb. Ne bántalmaz, különben úgy szájba váglak, hát ez mi? Tehát, ez azt jelenti, hogy nem is értik, illetve egész pontosan attól tartok, hogy nem akarják érteni. Egy országnak az igazságügyi minisztere tulajdonképpen azon bánkódott, hogy az általuk irányított legfőbb ügyésznek nem teljesen sikerült uralni az ügyészséget. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastje. Ficsor Benedek vagyok, mai vendégem Bánki György pszichiáter. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És mielőtt még elkezdenénk a műsort, ahogy azt Önök már jól ismerhetik, a kötelező közérdekű közlemény Magyar Hang Önöknek, nézőknek, olvasóknak köszönhetően működik, úgyhogy kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, továbbra is támogassák a lapot, hogy elkészíthessük azt is, hogy csinálhassunk ilyen műsorokat, és nagyon szépen köszönjük. És hát ugye a felvétel előtt másfél órával hozta nyilvánosságra Magyar Péter azt a bizonyos hangfelvételt, amire egy ország várt, úgyhogy ezekben a forradalmi időkben mással nem is kezdhetnénk talán, mint Magyar Péter ügyével. Nem a felvétel tartalmával, illetve annak várható következményeivel, bár lehet, hogy erre azért még visszatérnék egy kicsit, hanem inkább azzal a csodavárással, ami Magyar Péter felbukkanása óta jellemezte a magyar társadalom egy részét. És azon gondolkodtam, vagy azon gondolkodom, mióta előkerült Magyar Péter, hogy vajon ez a fajta reménykedés, már-már irracionálisnak tűnő csodavárás, ez vajon mennyiben különbözik attól a kritikátlan vagy reflektálatlan fanatizmustól, ami a NERT hatalomban tartja immár lassan másfél évtizede. Tehát, hogy a társadalom egy része most ugyanolyan reflektálatlanul viselkedik, mint a másik része, amely a NERT életben tartja? Attól tartok, hogy túl közel, ezt sokszor fogom mondani, körülbelül 400-szor biztos fogom mondani, hogy túl közel vagyunk valamihez. Nem is szoktam olyan beszélgetésben lenni, ami másfél órával valami után van, és tehát nem szoktam ilyesmiről beszélni. Úgyhogy most is óvatosabb leszek, de te is azt mondtad, hogy ne arról beszéljünk, hogy mi van Magyarországon másfél órája, mert ezt végül is tényleg nem tudhatjuk. Én nem tudom, hogy csodavárás van-e, biztos van az is. Szerintem várakozás van, és szerintem ez egy nagyon kiterjedt várakozás. Van, ahol félelemmel teli, van, ahol biztos van valami idealizmus, vagy valami túlzott optimizmus, ami belebukhat egy aztán a hegy túloldalán esetleg egy sziklás völgybe lehet pottyanni onnan, de hát azért lehet, hogy ez a várakozás és figyelem, ez ami úgy visszatér az életünkben, különböző kibukó információk, vagy tüntetések, vagy mozgások kapcsán. Ez egy remény, ez egy ilyen frissülés, hogy amikor ezek a rezsimek, amik úgynevezett autoriter, félautoriter, és aztán egyre autoriterebb rezsimek épülnek, akkor az, aki úgy látja, hogy ez micsoda, és hogy ez mennyire rossz ízű, rossz szagú, ártalmas dolog, hát azok nyilván időnként próbálnak tenni, vagy reménykednek. Kicsit több a reménykedés, mint a tevés, ugye ezt látjuk. Tehát, hogy van valami, ami a történelmünkben, ami arra predesztinál minket, hogy úgy várakozunk, hogy mi lesz. És én
Én nem tudom, hogy van-e csodavárás, hiszen az ember a saját kis közegében van, de benne várakozás van. Ezt se tudom kiterjeszteni másokra, tehát lehet, hogy amúgy tényleg csodavárás van, de ez a nagy figyelem, ezt nem biztos, hogy úgy kell értelmeznünk, hogy ez valami szélső dolog. Ez egy kíváncsiság, meg egy örömteli tapasztalata annak, hogy az igazság, mint a mesékben, meg a filmekben, hogy az néha mégiscsak a sűrű, szövésű, mordori köldből néha csak úgy kilátszik valami. És aztán az visszahúzza magát, és akkor a fene tudja, mi van. És hogyha mondjuk megfordítjuk ezt a dolgot, és azok irányából nézzük, akik eddig mondjuk hívőként támogatták, már szakrális hittel támogatták ezt a rendszert, akkor ha szembesülnek egy olyan bizonyítékkal, most megint attól függetlenül, hogy mi van ezen, vagy milyen következményei lehetnek annak, amit Magyar Péter nyilvánosra hozott, de mégiscsak valamiféle bizonyíték, akkor szerinted változtathat a hitükön, a mentalitásukon, vagy ez a kognitív diszonancia, ez feloldhatatlan, és mindenképpen az önvédelmi reflexük nem engedi, hogy kilépjenek ebből a rendszerből? Az az érzésem, hogy minél többet szerepelek, ami sajnos megszaporodott, annál inkább jósolnom kéne valamit. Ezt nem tudom megcsinálni. Azt tudom mondani, hogy mi a lényeg talán, tehát hogy igen, az úgynevezett kognitív diszonanciát, tehát hogy rossz bűn cselekményre utaló manipulatív dolgok derülnek ki valakiről, akiben hiszünk, ez felfokozhatja azt is, hogy ezt hogyan ne tartsuk igaznak, hogyan gondoljuk azt, hogy hát milyen ember az ilyen, aki ezt fölveszi, vagy milyen ember, aki elárulja az ő csoportját, vagy mit nem is igaz, vagy sokkal rosszabb dolgok. Szóval mindenfélét csináltunk arra, hogy csökkentsük a kognitív diszonancia élményét, de így az egész társadalom, tehát mondjuk a hazánk, ha szabad ilyen pátosszal fogalmazni, de mondjuk azt mondom, hogy az országunk szempontjából talán az a döntő, és ott van a kérdés, amit jósolni nem tudok, de kérdezni tudom, hogy az a nagy csoport, amire ugye mindig szüksége van ennek a hatalomnak, ami egy olyan 2,5 millió embernyi szavazat. Ezzel tulajdonképpen karhatalmi intézkedések nélkül teljesen uralni lehet Magyarországon bárkit és bármit. Tehát, hogy ez a 2,5 millió ember végső soron azt fogja gondolni, hogy bármilyen zavaró dolgok is vannak, ez az elit, ez a közösség, ezek, akik ezt vezetik, ezek Magyarországért és értük teszik a dolgukat, vagy nem. Mert ezen nagyon sok múlik. Tehát abban a pillanatban, ami nem egy pillanat, most csak úgy metaforikusan mondom, tehát abban a pillanatban, ahogy egy még oly fanatikus ember is, azt kell, hogy gondolja, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy ezek az emberek nem az országukért csinálják. Abban a pillanatban ez nem áll fenn, ez a hatalom. Akkor ez megszűnik. Nem attól van hatalmuk, hogy valami varázslatot hajtanak végre, hanem attól van hatalmuk, hogy fönn tudják tartani azt az érdeklődést és azt a hitet, hogy ez a legjobb ennek az országnak. Mert 2,5 millió ember azért nem jár úgy jól, mint az a pár ezer ember és az a pár család, akiknek ez igazából jó, de van egy csomó ember, sok százezer, milliónyi ember, akik azt hiszik, hogy ez nekik jó. Egyébként nem jó nekik, de ez csak privát közlés ebben a pillanatban. Valószínűleg ők nem nézik ezt a podcastot, meg amúgy, ha megnézik, akkor is csak blah. Szóval nekik se jó, de hát ezt akkor fogják tudni, amikor ezt fogják átélni, hogy ez nem értük történik. Hogy közben azt mondtad, hogy nem varázslat, de azért néha nehéz elvonatkoztatni attól, hogy vajon ezt valamilyen természetvet, vagy mágikus erő nélkül hogyan lehet elhitetni az emberekkel? Például az, hogy az egészségügy az jól működik. Ugye volt az államtitkár úgy is fogalmazott, hogy világszínvonalú. Hát nehezen tudnánk úgy bemenni egy állami fenntartású egészségügyi intézménybe, hogy ezt gondoljuk. Tehát, hogy valami mégiscsak van, hogy lehet az, vagy mit gondolsz, hogy ez magyar sajátosság-e,
hogyha találkozunk, szembesülünk a valósággal, akkor nagyon sokan mégsem hiszik el azt, mégsem fogják föl, vagy ha föl is fogják, akkor is sem úgy magyarázzák, ahogy azt a valóság elvárná, például akár az egészségügy esetében. Hát van az a Monty Python sketch, amikor arról vitatkoznak, hogy Atlantis süllyed, de gyakorlatilag térdig meg derékig állnak a vízben. De van, aki cáfolja, van, aki azt mondja, hogy vegyük észre. Az önigazolás az ugyanaz nem egy rips-rops dolog, hanem az, hogy sok fokozaton megy keresztül. Tehát amikor egy nőnek a főnöke azt mondja, hogy jönnek ezek a külföldi vevők, és most csak azt kéne csinálni, hogy legyen velük nagyon kedves, kedves Irén, akkor az nem tűnik egy nagy dolognak, de 3 év múlva lehet, hogy egy Bangkokba tartó teherhajón találja magát, hogy eladták prostituáltnak. Tehát, hogy semmi nem úgy kezdődik, hogy valami nagy dolog, de az inger küszöb és az önigazolás az egy folyamatosan növekvő, az olyan, mint egy hólabda, hogy aztán egészen komoly helyekre is elvihet minket, és hát társadalomként is. Hát látunk, szóval az autoritár társadalmak ebben a pillanatban, nem mondom, hogy nyerésre állnak a világon, de hát azért eléggé felszaporodtak, eléggé megtanulják egymástól a módszereket. Ezek az emberek, tehát ezek a vezetők keresik egymás társaságát, hogy megosszák ennek a varázslatnak a módozatait, és az egész nagyon jó ki van találva. Tehát valóban van egy ilyen, nem varázslat, hanem hát egy módszertan, ami a valóságot formálja át egy másik valósággá, és akkor, ha azt jól le lehet tokolni, mint hogy nálunk ezt tulajdonképpen egész ügyesen meg lehetett csinálni, ki gondolta volna, hogy keletkezik egy teljesen másik valóság, tehát ha abba belenézek, akkor így tényleg ilyen hitetlenkedve nézem, hogy ezekben a médiumokban, amiből van vagy 700, mit mondanak, mit gondolnak, hogy kell szemlélni a világot. Igen, mert nem is biztos, hogy ők úgy gondolják. Ja, egyáltalán nem. Csak a pozíciója megtartásért. De hogy, és mondjuk ez mennyiben, mert ugye azt látjuk, hogy valóban nem csak Magyarországon történik ez, mert Brazíliától, bár mondjuk ott már néhány éve ugye váltás történt, meg ugye most ki is derült, hogy Bolsonaro ugye a magyar követségre menekült, tehát hogy ez csak tovább. Igen, hát biztos az volt a legközelebb. Hát igen, csak ott volt az utcán egy kapu. De hát ugye az Egyesült Államoktól Izraelig azért az jól látszik, hogy az a szövetség, amit említettél, az valóban működik, de hogy ennek vajon és az autoritár társadalmak, vagy az autoritár vezetők népszerűségének vajon mennyi köze van ahhoz a hát nem tudom, tömegkommunikáció, vagy ahhoz, hogy mindent meg lehet osztani mondjuk a Facebookon, vagy bármilyen egyéb felületen, és amit eleinte a demokrácia ünnepeként, vagy a demokráciaként ünnepeltek, mint közösségi média, arról szépen lassan kiderült, hogy igazából az álhírek terjesztésének legjobb felülete, hogy ennek köze lehet ahhoz, hogy ennyire népszerűvé váltak a diktátorok, diktátorszerű vezetők? Szóval ez több rétegű, de mondjuk ha két nagy elemet veszünk, az egyik az a tömeglélektan, a másik meg a technológia, igen, ahogy mondod. Tehát a tömeglélektan azt hozza létre, hogy minél nagyobb bizonytalanság van egy közösségben, társadalomban, annál valószínűbb, hogy a csoport, vagy nagyobb csoportok megpróbálják egymás társaságát keresni, és a biztonságot megtalálni úgy, hogy megpróbálják úgy elképzelni önmagukat, hogy ők jók, szeretet van köztük, és ezeket a konfliktusokat és különbségeket inkább nem látni. És akkor, hát ezért van az, hogy mondjuk melegeket üldöző közösségekben a melegek biztonságosabban érzik magukat, ha oda tartoznak, hiszen az ő melegségük az nem olyan melegség, mint a csoporton kívüli melegség, vagy az ő bűnözésük az nem olyan bűnözés, mint a... Tehát egy egyszerűen a csoporton belül ezek a bűnök, és a melegség nem bűn, tehát úgy értem, hogy a különbözőségek, bűnök, konfliktusok, mintha eltűnnének, és a csoport először így nagyon zártá próbál válni, másrészt meg folyamatosan dolgozik valamin, hogy találjon egy olyan vezetőt, amelyik végre ideálokat, és védelmet, és biztonságot, és értékeket hoz. És akkor ez a találkozás, hát nem lehet akárki vezető, mert önmagában
sem az intellektus, sem a karizmatikusság, sem semmi, amit régen gondoltak, hogy a szép testalkat és a hősies kiállás, mert történetesen lehet valaki pici és gömbölyű, mint tudjuk. Szóval, hogy nem ez, hanem valami, hogy az ő mentalitása és az általa projektált ideálok megtalálják a tömegnek az ideál vágyait. Erre most is nagy igény van, tehát van egy nagy keresés valóban, hogy legyen alternatív szuperhérosz, meg legyen a mostani, meg... Szóval, hogy ez egy ilyen kereső mozgás a tömegek részéről, és ha ez így összeáll, akkor valóban, akkor tulajdonképpen egy kölcsönhatásba kerül a tömeg, és ez a nagy vezér. Ugye hát Trump ilyen, Bolsonaro ilyen volt, és sok ilyen van, és akkor egy ilyen kölcsönösen formálják egymást. Tehát nem teljesen az van, hogy akkor a vezér az arra nincs hatással a tömeg, hanem ő a tömeg igényeivel, mentalitásával mozog, és közben egy kicsit mindig alakítja. Hát és ez a kicsit mindig alakítja, ha ez egy évtized vagy több, akkor ez a kicsit az meg már nagyon sok. Ugye tulajdonképpen úgy működik, mint egy impresszárió, egy producer, tehát vezeti valamerre ezt az egészet, és szépen fokozatosan a dolog megy valamerre, amin aki nem tartozik hozzá, az így nézi, hogy hello, ti hova mentek. Ugye hát ezt érezzük, ugye sokszor itthon. Ez egy bonyolult dolog, ez a vezér és tömeg dolog, de és sokat lehet róla beszélni. A másik viszont az a kapitalizmus és a technológia. Hogy az, amit mondtál, hogy a Facebook például, ami úgy nézett ki, mintha összekötne minket, és ez egy darabig igaz volt, abból szerzett rájöttek, hogy hát egy még nagyobb profitot gyárt nekik a gyűlölet. És hát ímmel ámmal itt-ott eszközökkel, változtatásokkal úgy kezelgették a helyzetet, de valójában a számlálót elképesztően pörgette az egész világon az, hogy az embereket izgatni lehetett a szélsőséges dolgokkal, buborékokba tudták terelni őket algoritmusokkal, és egyszerűen megszűnt az, hogy mi a tény és mi a nem tény. Hát gyakorlatilag a demokráciánkat, ami hát nálunk nagyon pici volt, és fogyatékos, és nincs túl jól, valahol hever, és így oxigénem van, hogy az egész világon azt, amit a mi demokráciánknak szeretnénk hinni, borzasztóan kikezdte, hogy a közösségi oldalak tendenciái, amiket engedtek, és amiket aztán trollfarmok és mindenféle farmok még ráadásul ügyesen manipuláltak, hát egyszerűen átalakult a világ, és az, hogy valami tény vagy nem tény, hogy ezt nem lehet tudni, legyen szó oltásról, vagy arról, hogy ki mit csinál, megszünteti a demokráciát. Tehát a demokráciára én nagy közösségi oldal felhasználó vagyok, tehát nagyon élvezem privát személyként, de közösségi személyként pedig el kell mondanom, hogy a demokráciát ezek a felületek tulajdonképpen folyamatosan alá is ássák. És ez csak még egy kitérő, ezt nem lehet magyar szinten szabályozni. Ez egy olyan világméretű újságírói, politikai, ENSZ-el kapcsolatos, mindenféle etikai kormányok fölötti szabályozással lehetne csak kordában tartani. Tehát olyan szabályozókat rákényszeríteni egy ilyen szuperstruktúrára, hiszen ő nem tartozik kormányok alá, hogy a demokráciát meg tudjuk védeni. Ha nem védjük meg a demokráciát ezektől a felületektől, úgyhogy ezek jól, mert ezek működhetnek jól. Tehát, hogyha ezeknek lennének olyan szabályozói világszerte, amiket betartanak, akkor ez ugyanúgy összeköthetne minket. Ha pedig fölött áll a kormányoknak és a nemzetközi szervezeteknek valami, lásd Facebook, vagy TikTok, vagy nem tudom, akkor gyakorlatilag a demokrácia az szintje csökkenni fog. Ez viszont egy elég érdekes ellenmondás. Azért ugye a magyar kormány a szuverenitás védelem jelszó alatt
védi az országot és annak lakóit különféle külső veszélyektől. Ugyanakkor a Facebookot, ahogy mondtad is, egy szuperstruktúrát, ami pont a szuverenitás ellen hat, azt viszont örömmel használnak, és ugye több 100 millió vagy milliárd forintot pumpálnak a propagandába, a Facebookos propagandába. Hogy ez az ellentmondás, ami most az, hogy az ő részükről nyilván nem ellentmondás, hiszen náluk a cél szentesíti az eszköz, de mondjuk társadalmi szempontból mindezt, hogy van egyrészt egy szuverenitás, egy olyan csoport, amit akkor zárkózzunk be, és közben ott van egy mindenfelé nyitott, most hogy milyen szempontból az mindegy, de mindenfelé nyitott Facebook, hogy ezt mennyire nehéz, vagy hogyan lehet egyáltalán feloldani egy átlagos felhasználó számára, hogy ez milyen mentális következményekkel járhat. Más most, ha jól értem a kérdéseket, akkor szerint nem biztos, hogy maga a felhasználó azt nem tudja szabályozni ezt, és hát azért, bocs, az elejére mondom, hogy a szuverenitásvédelem az nem Magyarország szuverenitásáról szól, hanem a kormányzó erők szuverenitásáról, akár velünk szemben is. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hiszen kínai rendőrök cirkálnak Budapesten, és orosz propagandát terjesztünk. Tehát, ha a szuverenitás problematikáját keressük, meg kínai pénzből építünk egy iszonyatosan drága vasutat, ami úgy valamit fog majd csinálni, biztos. Tehát azt mondom, hogy ha a szuverenitás kérdését feszegetjük, akkor van egy-két konkrét téma, meg sok konkrét téma, de hát szerintem ez nem erről szól, ez arról szól, hogy minél fenyegetőbb tudjon lenni egy ilyen gumi szabály, amit nyújtogatni lehet, hogy na hát, az a hazaáruló, aki piszkálja a kormánynak az ügyeit. Tehát ez, ha nem vigyázunk, ez még nőni fog, és valóban, hát ahogy Oroszországban egy apukát elvittek, amikor a gyereke ukrán zászlót rajzolt, tehát az ugye, az megmutatja, hogy hova lehet még fejlődni. Én nem örülnék, hogyha egy ukrán zászló lerajzolása után Magyarországon egy szülőt elvinnének, közel nem itt tartunk, de azt tudni kell, hogy az autoriter rezsimek nem tudnak, mivel annyi bűncselekmény tapad hozzájuk, és olyan egyértelmű egy bizonyos módon az összes tisztességtelenségük, hogy ők mindig csak keményíteni tudnak, tehát nem tudnak visszafele mozogni. Az olyan van, hogy elfárad egy rendszer évtizedek után, kifárad, kifullad, szétesik. De hát még olyan is van, hogy mit tudom én, mint a Fülöp-szigeteken, hogy amikor mondjuk a Marcos megbukott, azért 30 év múlva egyszerűen az emberek feledékenyek, akkor az egyik rokonát mégiscsak újra megválasztották, és átírták a történelmet, mintha semmi baj nem lett volna. Tehát nem tudjuk, hogy 40 év múlva ugyanazok, akik esetleg, nem tudom, megbuknak-e, ez most egy feltételezés, 40 év múlva az ő vagyonukból és szellemi örökségükből jövő emberek átírhatják újra azt a történetet, amit most próbálunk megérteni. Ez nem egy jó hír, de ha nem figyelünk, akkor ez megtörténhet. És hogyha ehhez a figyelem, ez nyilván szükség van olyan kritikai gondolkodásra és reflexióra, ami ellen a kormány minden eszközt bevet az oktatás szétverésétől kezdve. Mit gondolsz, az, amiről eddig beszéltünk, és az a kognitív diszonancia, ami szintén szóba került, az hosszú távon milyen hatással lehet a társadalomra, hogy és mondjuk akkor vegyük még hozzá ezt az apátiát, amit az elmúlt években, évtizedben nagyon sokan szerintem magukon is felfedeztek, hogy ennek milyen hatása lehet, lehet-e olyan társadalmi önvédelem, ami segíthet így úgy vagy megszabadulni, vagy távol tartani saját magunkat ettől a rendszertől. Megint arra késztetsz, hogy jósoljak. Nem az, hogy itt mit fog bekövetkezni, csak hogy mondjuk akkor az eddigiek alapján hogyan látod, hogy hova jutott el a magyar társadalom, hogy mondjuk milyen mentális állapotban van a magyar társadalom, mondjuk ezt az elmúlt másfél évtizedet, de hozzávehetjük a korábbi éveket is, szerintem nyugodtan. Szerintem ez egy hosszú folyamat, tehát igazából nyilván minden társadalomban mindig sok feszültség van, de azt akár az utcán lehet érezni, hogy ez a feszültség, ez sokat nőtt. És ennek azért bonyolult okai vannak, és ez nem egy pszichiáter témája, tehát ennek gazdasági, egzisztenciális, szociológiai és nyilván politikai okai is vannak.
és pszichológiai, és tehát ezek összejátszanak, de hát a kulcs, hogy az összességében azért talán nem az apátia szó írja le nekem, mert én nem feltétlenül apátiát látok, hát rengeteg a valamilyen módon ilyen szorongva, tehát aki még most így drukkol is a kormánynak, az is azért sokat szorong, meg aggódik, hogy fönntartsa magában ezt a pozitív viszonyulást. Szerintem nem egyszerű, nincs könnyű dolguk. Lehet vadulni, hogy de hát még rosszabbak vannak, mert hát ez végül is ez a módszer, hogy sokkal félelmetesebb az a 20 éves nő, aki szintén politizálni próbál. Ilyenkor van az, hogyha hosszú a mondat, elfelejtem a másik végét. Mindjárt kilábalok ebből. Ja, nem csak a mentális állapot. Ja, tudom, igen, az apátia szó. Szerintem nem azt festi le, mert egy csomó ember meg dühös és frusztrált. Tehát ami van, és annak nagyon sok elemi megélhetési része is van, meg ez a politikai szétfeszítettség, szörnyű, tényleg iszonyú ártalmas családokat, barátságokat tesz tönkre, hogy a tehetetlenség szerintem az, ami összeköt minket, magyarokat, és ennek biztos, hogy hosszú történelmi szálai vannak, nekem azért a közös szó a tehetetlenség. Nyilván, hát és az, hogy néha ugye ez egyszerű dolgokban, tehát az, hogy az egészségügy felhasználásában, az oktatás körülményeinek a befolyásolhatatlanságában, vagy abban akár, ha följebb megyünk, hogy nem tudjuk megváltoztatni azt, hogy ne ez legyen, ne így legyen, ne így beszéljünk egymással. Tényleg mondjuk a párbeszéd hiánya az... Tehát mondjuk az is szülhet dühöt, gondolom, vagy feltételezem, de hogy ennek most már igazából a lehetőségét felvetni is néha már a cinizmus határát súrolja, hogy mondjuk szóba állni, nem tudom, Bayer Zsolttal például, hogy vajon lehet-e egy ilyen párbeszéd, át lehet-e hidalni azokat az ideológiai, vagy teljesen egy árkokat, amelyek az elmúlt években képződtek, hogy erről mit gondolsz, hogy van még... Most ez hülye hangzik, hogy visszaút a párbeszédhez, de van lehetőség még arra, hogy értelmes, érdemi párbeszédet folytassunk, anélkül, hogy az olyan ideológiai csatározásokba torkoljon, amiben mindig torkolni. Párbeszédet azzal érdemes folytatni, aki betartja ennek a fogalomnak a szabályait. Nem lehet párbeszédet folytatni galambokkal például. Ugye, hogy mondják, a galambbal való sakkozás az nagyon problematikus, mert felborítja a bábukat és rászorik a táblára. Tehát nem jó párbeszédet azzal lehet folytatni, akinek a szándéka az, hogy igazi dolgokat mondjon, hogy elgondolkozzon azon, amit a másik mond, hogy egy olyan térben legyünk így együtt közösségként, ahol mindenkinek lehet szava arról, hogy itt merre menjenek a dolgok. Ugye hát ez még csak nem is tudom, hogy demokrácia, hanem ez ilyen normalitás. Tehát nekem ez a normalitás szintjei. Az nem egy normális dolog, ahol ez nem történhet meg. És ugye egy kis ilyen, nem szakmázva, de egy kis kitérőt kell tennem ugye a bántalmazó kommunikációra, vagy az ilyen szadomazó kommunikációra, ahol tulajdonképpen szóval egy populista, demagóg, sodró, drámai beszédre a normál emberi lélek nincs felkészülve. Tehát amikor egy családban a bántalmazó kicsavarja a másikat, mint egy rongyot, és bármit mond, hogy de hiszen az ott van, az a pohár, és azt mondja, hogy az a pohár nincs is ott, akkor nem tudsz mit csinálni, tehát az agyad megáll, tehát megáll az eszed, nem, tehát iszonyú tehetetlené válik, hogyha a másik azt mondja, hogy az a pohár nincs ott, miközben ott van a pohár. És még azon is gondolkozol, hogy veled van a baj. Tehát hogy mondjam, egy demagóg, populista vezető, vagy az ő szánt segédjei, vagy hát csúnyább szavakat, de mondjuk maradjunk annak, hogy hadnagyai, vagy fizetett katonái, egyszerűen ezzel a szajkózással és ezzel a mindent felülíró tisztességtelen kommunikációval kikészítik a normál emberi agyat, mert nem lehet párbeszédet folytatni, mert tulajdonképpen tényleg nem is lehet. Párbeszédet olyanokkal kell folytatni, akikkel lehet,
És hát tulajdonképpen az lenne jó, hogy egy országot olyan egymással versenyző erők vezetnének, hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik, akik egyébként párbeszédben is tudnak lenni. Tehát nem az a kérdés, hogy párbeszédet folytassunk olyanokkal, akik nem is akarnak, hanem hogy ők menjenek el, sziasztok, menjenek el, és legyenek azok, akik egyébként akarnak. És akkor tulajdonképpen lesz hova becsatornázni minden egyes szavazónak a gondolatait. Biztos idealista vagyok, de hát itt sok ember van, mindenfélét gondolunk, tök különbözőképpen gondoljuk, de nosza, hát oké, mindenki mondja el, hogy hova szeretne egy olyan szobrot, ezért lehet erről beszélgetni, de lehessen. És mondjuk, hogyha egy kicsit most nem a társadalom, hanem mondjuk a hatalom lélektanát tekintjük, ami nem tudom mennyire lehet belelátni, de erről mindenképpen meg akartalak kérdezni, hogy a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusról című kötetetben a narcisztikus együttműködés rendszeréről írsz, ami családi kontextusban elsősorban, de hát azért a betűszó áthallásából nem nehéz akár társadalmi, vagy mondjuk politikai síkra terelni ezt a NERT. Hogy kezdjük azzal, hogy mit jelent ez a, pontosabban hogyan definiálod a narcizmust, most nem annyira tudományos köntösben, mit jelent ezek után ez a narcisztikus vagy narcisztikus együttműködés rendszere, és hogy hogyan lehet ezt a hatalomra alkalmazni, ha lehet egyáltalán? Részben ugye ez egy nyilván egy sunyi szójáték, hogy a narcisztikus együttműködés, amit egész véletlenül NER-nek is lehet rövidíteni, ha valaki rövidíteni akar. A lényege az, hát mindig bajos, hogy egyéni vagy családi pszichológiai konstellációkat, ha átvetítünk egy nagy rendszerre, ez persze olyan, hogy bajosnak, szóval problematikus. Úgyhogy nyilván vonalzóval a körmömre is ütnek a kollégák, ha ezt erőltettem. De azért mégis van hasonlóság, hát azért ennyit szabad mondani. A narcisztikus együttműködés rendszere, ez most ugye nem egy közéleti, csak annyi, hogy családi szinten azt jelenti, hogy ott a szülők érdekvilága úgy károsítja a gyereket, hogy a gyerekkel azt hitetik el, hogy ő a fontos, de valójában csak azokat a vonásait tisztelik és élvezik, amik a szülők számára hasznosak, értékesek. Tehát a gyereket magát, mint létező kis emberi lényt a saját érzéseivel és szükségleteivel magasról letolják. És a szülők érdekvilága egy ilyen cseles módon érvényesül, hogy értékelik a gyereket, csak feltételes szeretetet kap, tehát neki nem jár alanyi jogon szeretet, hanem azokat mazsolázzák ki belőle, ami a szülőnek jó, ami lehet az, hogy ügyes, jól tanul, szépen táncol, nem okoz gondot, csöndben van, vagy hogy a szülő hiányzó szülőjét helyettesíti, mert törődik vele. Tehát a lényeg, hogy a gyereket formálja valamilyenné, ami a szülőnek jó. És nem a gyereknek nem a normál szinten adatik meg egy család, hogy az ő gyerek vágyai teljesüljenek, hanem ő neki ebbe kell beletanulnia. Ha ezt átvetítjük a nagy rendszerre, akkor azért egy nagyon hasonlót látunk. Tehát ennek egyik szélsősége a kínai megfigyelőrendszer, ahol ha én ilyen dumákat mondok, akkor az én pontszámom annyira lecsökkenhet, hogy nem jutok mondjuk mobiltelefonhoz a boltban. Vagy nem szállhatok fel egy repülőre, nem kapok útlevelet, vagy csak 2 év múlva. Tehát ezt el lehet idáig vinni. Magyarországon ez a rendszer van, ez a narcisztikus együttműködés rendszere, hogy tényleg, hát látjuk, hát mondjuk, bocsánat, hogy az operaház, tehát hogyha valaki olvasta azt, hogy mi zajlott a Hunyadi László a Don Giovanni díszletei között, megszakítva igazgatói monológokkal, látjuk, hogy hova vezet az, amikor nem azt választják ki, aki tényleg törődik azzal a közösséggel, azzal az üggyel, hanem azt, aki a végtelenségig lojális a hatalomhoz, és minden áron hatalomban is akar maradni. Ennek az eredménye a nem működő operaház, amiről eddig még nem is hallottunk. Lehet mindig mondani, hogy jaj, ez egy elszigetelt dolog, de az lesz a vége, hogy annyira csak a lojális ember, ezt írtam
talán a könyvben is, hogy annyira csak a lojális emberek kerülhetnek mindig följebb, és nem a szakértők, vagy az egész közösség szempontjait nézők, hogy mielőtt elaltatnak a vakbél műtétünkön, látni fogjuk, hogy lehet, hogy a külügyminiszter hajol fölénk egy szikével, hiszen ő az, aki nyilván a legalkalmasabb. Ez most viccnek hangzik, de hát... Nem szeretnék vele gondolni. Hát de ez történik, tehát valójában ez történik Magyarországon, hogy ezek a nagy ideálokat szajkózó valakik, és akkor most így lehetne neveket mondani, de tök fölösleges, mert nem a neveket akarom mondani. Ezek uralnak egész területeket, és közben az Isten tudja, hogy mi jár a fejükben, és látjuk, hogy alattuk hogyan vergődnek a népek, a beosztottak. És ez leér egészen bármelyikünkig. Tehát, és hát nagyon nehéz azt mondani, hogy mondjuk a jó, mert lehetne mondani, hogy jó, de a gazdaságnak vannak eredményei. Hát oké, de azért az átlagember nagyon picit profitál ebből. Tehát, hogy gazdasági eredmények vannak. Meg őszintén szólva, szerintem ezek nagyon látszólagos dolgok, de ezt pont nem is értek annyira. Csak azt mondom, hogy az megy a zsonglőrködés azzal, hogy de közben jobban élünk, de azt is lehet mondani, hogy egy beözönlő pénz mentén talán ez nem is olyan furcsa, ami eddig zajlott másfél évtizedig. És mondjuk, hogyha ezt a családi analógiát megpróbáljuk továbbvinni, és amit elmondtál egy családról, azt feltételezem, hogy azok a gyerekek, hát finoman fogalmazva sem lesznek teljesen tökéletesen egészséges felnőttek, és ezt a traumát tovább viszik. Hogy mondjuk azt, hogy akkor a hatalom bánik a néppel, vagy de mondjuk akkor a hatalom bánik velünk, azt tovább visz, tehát ezt a traumát is tovább lehet örökíteni, és akkor mondjuk generációról generációra hagyományozzuk azt a bántalmazást, vagy azt a bánásmódot, amit kapunk. Tehát ugyanúgy, ahogy a családban, a társadalomban is tovább mennek ezek? Hát a társadalom által okozott traumák miatt vagyunk ebben a helyzetben. Mm. Tehát a társadalom által átélt, elszenvedett, vagy elkövetett korábbi traumák vezetnek oda, hogy kvázi meg lehet lovagolni akár olyat, hogy na most mi vagyunk ott, ugye? És nem ők. És akkor az, hogy mi meg ők, ez megtelik valamilyen tartalommal, miközben konkrétan nem tudjuk, hogy most kire gondoljunk, hiszen azóta vannak emberek, akik már azután születtek, hogy mégis rásütik, hogy ők. Tehát az egész egy nagyon fura dolog, de ott van ez a traumatizáltság. Biztos, hogy több évszázad, akár évezredek is lehetnek, amiben az áldozatiság, az elkövetés váltakozott, és hol ez egyik, hol a másik társadalmi csoport alulra került, és aztán pedig revansot vesz. És akkor ebben lehet megint azonosulni. És ha ezt így folytatjuk, akkor hát akkor ez a... Hát akkor ilyen mindig pár évtizedig valaki elnyomja a többit, de az megint nem találkoztat minket. Tehát ez ami van, ez egy traumák mentén szerveződő, nyilván mindenféle világpolitikai és egyéb dolog is belejátszik, önző egyéni szempontok is, de amitől ilyen erős és masszív, az egy ilyen traumacentrikus társadalmi lelkiállapot, nem tudom jobban mondani. Mm. És ennek mondjuk, ugye szóba került még a beszélgetés elején, hogy ugye nem vagyunk egyedül ezzel a problémával, ugye számos ország, az Egyesült Államoktól Izraelig ezzel küzd, hogy ennek, tehát akkor mondjuk a megoldása, vagy legalábbis az ebből való kikeveredés is egy ilyen nemzetközi kontextusban elképzelhető csak, vagy arra látsz esélyt, esetleg tudom, most megint a jóslat, de nem erre igazából nem is a jóslatot szeretnék várni tőle, csak hogy a magyar társadalom lelkiállapotának diagnózisát, hogy itt ebből ki tudunk keveredni magunk, vagy a jelenlegi világállapot nem a felé mutat, hogy lerázzuk magunkról az autoritár rezsimet, vagy rezsimeket. Őszintén nem tudom. Ugye az a tapasztalatunk és az aggodalmunk, hogy nekünk magunktól ez sosem ment, de a fene tudja, tehát hogy ez se biztos. Ami nehéz, tehát én nem tudok a jövőről beszélni, mert az ott még nem jártam, de azt tudom mondani, hogy ami nehéz, amit itt még a beszélgetés előtt mondtál, felvetettél, hogy ez a bántalmazás, tehát az, hogy a maga a
hatalom bántalmazó, ugye, úgy, hogy amúgy is a bántalmazás az egy nagyon fontos téma minden társadalomban, és olyasmi, ami ellen nagyon fontos lenne tudással felvérteződni, intézményi és közösségi mechanizmusokat kialakítani ezzel szemben. Lásd ugye a gyerekbántalmazást, ami most nagy téma volt, hát csomó ember elbukott rajta, vagy a házasságon, vagy párkapcsolaton belüli erőszakot, amiben több tucatnyi nő hal meg évente Magyarországon, tehát nagyon fontos téma, csak maga az állami intézmények is bántalmazóan lépnek fel az állampolgárokkal szemben. Tehát, hogyha a hatalomnak nem tetszik egy állampolgár, akkor tulajdonképpen 700 médiumban erkölcsileg meg lehet semmisíteni, és aztán vagy felköti magát, vagy nem. Tehát, na most, hogyha a bántalmazás dinamikáját inkább csökkenteni szeretnénk, akkor ez a hatalmi, hogy mondjam, példamutatás, ez közel sem szerencsés. Nem tudom másképp mondani. De ugyanakkor Tehát kamaszlányok, tehát hogy egy tüntető kamaszlány, ha egy csúnya szót használ, akkor az ő élete ebben az országban meg van pecsételve. És azért, hogy mennyi szenvedést kell elviselni valakinek, aki még az is lehet, hogy téved, vagy mit tudom, éretlenül beszél, oké, de megsemmisítik Magyarországon. Ezt bántalmazásnak hívják egyébként, és különösen gyerekeket védő családbarát, kormányzat, amikor 16 évesekre is rákúszik simán, és ráküldi az acsarkodó embereit, akkor azért azt gondolom, hogy ez konkrét bántalmazás. És hát, hogyha ez a modell, akkor nyilván azok, akikben sok indulat van, azok tovább bátorodnak. De ugye az előbb meg azt mondod, hogy az autoriter rendszerek szükségszerűen keményítenek, folyamatosan nem tudnak visszavenni, akkor ezt mondjuk a gyermekvédelem, és nem a kormány szempontjából értett gyermekvédelem, hanem a valódi, vagy valóban elkezdett gyermekvédelem irányából, ez nem túl jó jel, hogyha ennél csak hát erőszakosabb, vagy harciasabb, vagy militánsabb kormányt látunk magunk előtt, hát akkor ez nem feltétlenül arra tereli a társadalmat, hogy valóban megóvjuk a gyengébbeket. Nem tudom, igazából ez egy kérdés, hogy ezt hogy látod, hogy ennek milyen esélye annak? Hát ez egy paradoxon, tehát amikor a hatalom azt mondja, tehát nem azt mondja, hogy oké, akkor építsük fel valahogy jobban, szeressük jobban ezeket a gyerekeket, szeressük jobban azokat, akik ezekkel a gyerekekkel hajlandóak dolgozni, tiszteljük őket, becsüljük meg őket, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy próbáljuk meg erőszakkal megszüntetni az erőszakot, tehát hogy még keményebben büntessünk meg valakiket. Igen ám, de hát a rendszer úgy épül föl, hogy nem tudnak ezek nem történni. Tehát, hogy ezzel teljesen kezeletlen marad maga az eredeti probléma, és egy még erőszakosabb válaszsal próbálnak visszaszorítani erőszakos vagy abuzív dolgokat. Hát ez most egy paradoxon, nem? Tehát, hogy ne bántalmaz, különben úgy szájba váglak, hát ez mi? Tehát, ez azt jelenti, hogy nem is értik, illetve egész pontosan attól tartok, hogy nem akarják érteni, hiszen hasonlítanak, most nem személyükben, de az is lehet, hanem működésmódjaikban, amit valamiért elfogadtak egymástól, hogy ez helyes, biztos valami nagyobb jó érdekében, amit én nem ismerek, hogy ez a működésmódjuk, szóval ők azt gondolják, hogy ez oké, most nagyon nehéz megbüntetniük másokat, akik ugyanezt csinálják. Ez a kegyelmi ügy is nekem erről szólt, hogy hát miért kéne megbüntetni egy olyan rendes embert, aki végül is mit csinált, hát csak segített az abúzusban. De hát, hogyha körülnézünk, mi is abúzívak vagyunk, szóval akkor miért nem menthetnénk föl? Csak hát ne derüljön ki. Szóval, hogy tehát a probléma az, hogy kiderül, nem az, hogy történik. Ez lehet, hogy ez egy nagyon demagóg következtetés, csak itt muszáj ezt mégis csak levonnom, hogy akkor akár azt is mondhatjuk, hogy a rendszer működése szükségszerűen vezet olyan erőszakos cselekményekhez, amelyeket aztán a rendszer még nagyobb erőszakos. Persze, azt még inkább üldöznie kell, hát, amivel azt mutatja fel, hogy ő lám fellép ezek ellen. Hát most ez ilyen, ugye nyilván nem is gondolom, és senki nem gondolja, hogy a kormány konkrétan antiszemita lenne, de csinált antiszemita plakátokat,
ami felgerjeszt antiszemitizmust, amit aztán ők üldöznek. Tehát szükségük van. Tehát az ilyenfajta bántalmazó hatalmaknak szükségük van azokra a dolgokra, amiket üldözhetnek. Tehát létrehozzák ezeket részben keletkeznek részben. Létrehozzák, és szükségük van a provokációra, hogy aztán üldözhessék. Ugye pont a kegyelmi ügy apropóján elég sok propaganda médium hivatkozott arra, hogy lám a jobb oldalon, a keresztény, a normális oldalon, ugye van következménye a dolgoknak, szemben a bal oldalon. Hogy ezt mennyiben látod, mondjuk, hogy ez hogy Novák Katalin, Varga Judit, és hát Balogh Zoltán alatt is már, tehát ők ugye távoztak, Balogh Zoltán alatt már jó ideje billeg a szék, de egyelőre még hatalomban tartják. Mindegy, tehát hogy ezek valódi következmények, és hogy változtathat ez bármit is a gyermekvédelmi rendszeren, vagy azon az erőszakos rendszeren, ami ezt eddig engedélyezte? Ez nem. Hát egyrészt nem igaz, hogy következménye van a dolgoknak, hiszen ez a mai valami, ami kikerült, ugye az is arról szól, hogy igyekeznek megszüntetni azokat a következményeket, amik a valódi felelősökhöz vezetnek, akik ezt a rendszert ténylegesen működtetik. A másik, hogy az viszont tényleg igaz, hogy a másik oldalon, vagy most már nem két oldal van, hanem sok minden van, tényleg nem bonták le a következtetéseket. Tehát vannak, akik, hogy mondjam, fontos szereplők voltak, és amikor hasonló dolgok történtek, akkor tényleg nem mondtak le. És ez igaz. Tehát, hogy ez is igaz. De ez azt jelenti, hogy itt évtizedek óta nagyon sok embernek nagyon komoly felelőssége van abban, hogy az adott helyzetben nem mutattak ebben példát. Mert azt is lehetett volna, hogyha valaki D209-es, vagy kikerül a beszéde, amin persze lehet gondolkozni, hogy az ilyen vagy olyan, de mondjuk le is lehetett volna mondani, és akkor egyébként szerintem nem lenne most sokkal jobb nekünk, de ennyiben jobb lenne, hogy valóban, hogy na hát azért ilyeneket is lehet. És mondjuk azt, hogy ezzel szembesülünk jó ideje, hát amiket most példákat mondtál, most már lassan akkor két és fél évtizede élünk ebben, és így hogy lehet fönntartani egy normális magánemberi működést? Tehát ahhoz milyen lelki alkat kell, egy ön vagy egy élethazugság, ami mondjuk ez esetben valamiféle normális működésre irányul, ez az, ami távol tarthat minket, vagy ez folyamatosan ott van az emberben, és folyamatosan roncsolja a lelkét, a mentális állapotát. Tehát, hogy mitől működik még Magyarországon egy ember, aki próbál normálisan működni, szerinted? Hát igénybe vesz, azt hiszem, hogy mindnyájunkat, mert vannak olyanok, akik ugye azt megpróbálják valamilyen közönnyel nézni, és leválasztani magukat, nem fogyasztanak híreket, és rápillantanak a napsütésre, és akkor ezzel valahogy lehet lenni. De hát őket is eléri, hiszen tulajdonképpen millió szálon eléri őket a dolog, mert hát azért a kórházban néha be kell menni, vagy a gyerek azért tanul, vagy a vállalkozáson megtetszhet valakinek, akinek az első telefonjára kell jól reagálni, mert a második telefonja már nem olyan jó. Szóval, tehát őrület, tehát ez tényleg, erre nem tudok mit mondani. A másik ugye, tehát ami szoktak mondani, hogy két rossz út, vagy hogy mondjam, két olyan út, ami nem jó helyre vezet, az, hogy a hatalommal, ilyen analitikus nyelven szólva, Bokor László könyvét idézve, a túlterhelő hatalommal való szenvedélyes azonosulás is egy rossz dolog, hiszen teljesen elvakít, tehát hogy teljesen elvakít minden olyan irányba, ami ellent mondana annak, hogy ez jó, és a túlterhelő hatalommal való szenvedélyes szembenállás is elvakíthat, mert akkor csak dühöngeni tudok. Tehát gyakorlatilag nem tudok már én se párbeszédet, hanem gyakorlatilag az a fajta beszélgetés, hogy és ti 2000 nem tudom hányban, és akkor itt véget, tehát vége a dalnak, senki nem ért senkit, nem lehet beszélgetni. Ugyanakkor azt mondják az okosok, akik nálam okosabbak, hogy a közösség dolgaiban való részvétel az egy egészségfaktor.
Tehát azért is vagyunk ilyen egészségtelenül, körbe-körbe megy, mert nem vehetünk részt egészséges módon a közéletünkben. De az, hogy én itt beszélek, nekem az tulajdonképpen egy egészség okozó dolog. Tehát nem csak az van, hogy... Tehát egyrészt azt gondolom, hogy fontos beszélni, és fontos átadni dolgokat, de másrészt nekem jót tesz, most nyilván leszámítva, hogyha majd rosszat, de ezt ugye ezt nem lehet jósolni, hogy mikor van ez. De jót tesz, mert szüksége van az embernek az egészségre, és ez azt is jelenti, hogy a csoportunkhoz úgy kapcsolódunk, hogy beszélünk arról, ami ott van. Ami fontos, hogy ne egyedül legyünk ezzel, tehát hogy valamiféle virtuális vagy konkrét közösséghez tartozzunk, de ugyanakkor, és ez is fontos, próbáljunk hatni a csoportjainkra úgy, hogy ne legyenek szélsőségesek, mert mi is sodródhatunk az ára, szóval lehet, hogy a mi csoportunk az nagyon szimpi, meg eredetileg nagyon vonzó eszméket val, de hát bevadulhatnak az emberek, és mindenféle ötleteik támadhatnak, hogy a nagyobb igazságért mit kell tenni, és hogyha velük sodródunk, akkor ott találjuk magunkat, ami ellen küzdöttünk, és az megint egy probléma. Mondjuk az gyakran felmerül, hogy vajon mennyire hibáztathatjuk azt a másik csoportot, ami nem magunk vagyunk, és ugye sokszor elhangzik ez a 2-2,5-3 millió Fidesz szavazó, aki ugye most például Európai Uniós kontextusban is, ugye, mert a Jourová mondta, hogy ez a 3,5 millió Fidesz szavazó végső soron sakban tartja a 400 akárhány millió uniós szavazót, amire aztán fölháborodott a kormány, de mindegy, ez csak zárójeles. Ez nem a Tesco, hogy a legkisebb is számít. De egyébként, igen, akár még egy is. De hogy vajon hibáztathatjuk a másikat? Tehát mondhatjuk azt, hogy vagy nem is ez a kérdés, hogy hibáztatjuk el, hogy ez mit okoz bennünk, vagy mit okozhat, hogyha elkezdjük hibáztatni, és azt mondjuk, hogy te szavaztál erre, te tartod őket hatalomban, hozzájárulsz ahhoz, hogy oda jussunk, ahova, vagy oda jutottunk, és ez is a te hibád, tehát hogy ez is benne van a társadalomban, és hogy ez milyen hatású lehet, és hogy lehet ezt mondjuk, hogy lehet ettől megszabadulni, vagy hogy lehet a másikra... Abszolút fontos kérdés, hogy nyilván haragszunk, hát nyilván nehéz nem haragudni egyrészt. Másrészt érdemes elgondolkozni ezen a haragon, és visszavenni belőle, mert ez olyan, de maradva nála a családi mintánál, hogy narcisztikus együttműködés rendszere, ott például az szokott történni, hogy a gyerekek, akik ugyanazt a sorsot élik át, nem jóban vannak, hanem ők is bizalmatlanul tekintenek egymásra, és leporolják egymáson azt a sok feszültséget, ami abból fakad, hogy ki vannak zsákmányolva. De ők nem értik, hogy miben vannak, nem tudják, és gyakran van az, hogy ugyanúgy szeparáltan, izoláltan és egymással ellenséges érzésekben vannak. Tehát ezt kell értenünk, hogy amikor mi egymással játsszuk le, kocsmában, baráti körben, családi asztalnál, nem tudom, azt, hogy te bezzeg, most tönkreteszel engem, mire a másik azt mondja, hogy jó, de más tagot te tennél tönkre engem, tehát kb. Ez, akkor valójában az történik, hogy nem látjuk át a helyzetünket, hogy ez nem rólunk szól, ez oda lemegy, ez a hasadás, ez oda lemegy, meg ezt akarják, hogy ezt érezzük, mert kapóra jön, mert nem tudunk mi összefogni, összetalálkozni. És hogy ezen keresztül vagyunk kihasználva, hogy egymásra haragszunk. Tehát természetes, hogy haragszunk, nem tudunk nem haragudni, nagyon nehéz lenne, de tudni kell, hogy a haragunk az egy generált, manipulált dolog sokszor, persze természetesen is jöhet, ami azt hozza, hogy kevésbé tudjunk összekapcsolódni. És akkor mondjuk ezt továbbvéve ezt a gondolatot, hogyha nemzetként, vagy magyarságként, teljesen mértékben egy olyan nagyobb közösségként gondolunk magunkra, ahogy azt nagyon sokszor patetikus éllel halljuk a hatalom képviselőinek szájából, az ebben a jelenlegi helyzetben mit jelentett? Tudunk még közösséget érezni?
tudjuk azt gondolni, hogy na igen, a magyarság, a mi nemzetünk, úgyhogy közben folyamatosan mindenféle csoportokra haragszunk, és azok is haragszanak ránk. Tehát beszéltünk-e még egyáltalán nemzetről, vagy magyarságról? Mindig bonyolultak ezek a fogalmak, szerintem beszélhetünk, vagy én szívesen beszélek, tehát nekem ez fontosak is ezek a szavak. Azt viszont észre kell venni, amikor valaki arra használja, hogy a magyar nemzet az az, ahova például te nem tartozol, tehát hogy úgy használja. Tehát, hogy lehet ugyanazt a szót használni tisztességesen, jelentéstelően, meg tisztességtelenül eltorzított jelenséget. Tehát nem az a lényeg. Én szeretem ezt a szót, és szeretném ezt a... Ha ezt a közösséget együtt éreznénk, biztos nem lehet töretlenül mindig érezni, de inkább azt tanácsolom, hogy azt vegyük észre, amikor valaki ezt úgy használja, hogy valakik hirtelen ne tartozzanak az égisze alá. És az is őrület azért, hogy az én egész életemben, tehát 57 éves vagyok, az én egész életemben egyetlen egy, a 89-es március 15-e volt, amikor úgy vonultunk az utcákon, hogy egy nemzetnek éreztük magunkat. És már utána a következő évben sem. Már akkor kétfele voltunk. Tehát addig se, meg utána se. Tehát azért eznek nagyon szűk metszet így nemzet élményben, mármint hogy ilyen felvonulunk, március 15 van, ünnepelünk, hát gondoljunk bele, hogy július 14, vagy nem tudom mi, azt ők együtt tudják megcsinálni, mi meg nem tudjuk megcsinálni, szóval elég bénák vagyunk, na. Tehát, hogy, és ez mindig valakinek kapóra jön, hogy ilyen, hogy így bénázunk, és nem tudunk együtt lenni, és haragszunk egymásra. Ez őrület tényleg. És pedig ez tényleg milyen jó. Sportban lehet átélni, ugye? Az átível. Tehát, hogy amikor mondjuk a kézilabda, vagy a foci, vagy nem, tök mindegy, vagy egy jó teniszező van, akkor abban valahogy ez így hirtelen átfedésbe kerül. Ezt is lehet kárhoztatni, de azért mégis legalább néha valamiben ez úgy felsejlik. A végére utolsó kérdésként egy olyan kérdés, ami nyilván messzebbre vezet, de a megbocsájtás és a párbeszéd jegyében azért mégiscsak felvetem, hogy vajon az, amit ugye most erről eddig beszéltünk, a társadalomra milyen hatással lehet a hatalom, de hogy vajon a hatalom szereplőire milyen hatással lehet az, ami most történik. Egyrészt ugye nehéz talán elképzelni, nem... mondjuk az autoritár uralkodás iránt kevésbé fogékony ember számára, hogy mit jelenthet az számukra, amit átélnek, de hogy olyan milyen hatással, milyen mentális hatással lehet rájuk az, ami mondjuk a jelenlegi magyar kormány tagjaira, ami történik, és amit csinálnak? Hát nem. Nyilván gondolhatok erről dolgokat. Én attól félek, tehát aminek drukkolnék, ami nyilván tök hülyeség, és nem vagyok teljesen idióta, hogy azt is mondhatnánk, hogy ó, hát tényleg ezt csináljuk, és ezt nem kéne így folytatni. De hát egészen biztos vagyok benne, nem ez történik. Tehát én is meghallgattam ma ezt a felvételt, és azon gondolkoztam, hogy egy országnak az igazságügyi minisztere tulajdonképpen azon bánkódott, hogy az általuk irányított legfőbb ügyésznek nem teljesen sikerült uralni az ügyészséget. Tehát ő bánkódott ezen. És akkor azon gondolkozom, hogy ők hogy gondolkoznak rólunk? Tehát nem csak rólam, aki nem vagyok kormánypárti, hanem olyan emberekről is, akik rájuk szavaznak, ugye, hogy hogyan gondolkoznak azokról, akik rájuk vannak bízva. Tehát, hogy ezt biztos, hogy jól gondolják, hogy ez helyes dolog, hogy a bűncselekmények ne kerüljenek napvilágra. Mondjuk ezt az igazságügyi miniszter ezt gondolhatja. Tehát, hogy én nyilván nem vagyok naív, hát el tudom képzelni, hogy a világon mindenütt vannak korrupciós ügyek, de azoknak sem örülök. Tehát én azt nem mondanám, hogy az fasza. Tehát, hogy akkor nyugodtan. Ja, hát ha ott is, akkor persze. Tehát, hogy inkább úgy tűnik, hogy attól rendülnek meg, hogy a dolgok kiderülnek, nem attól, hogy vannak, hogy ezeket tényleg csinálják.
Nem tudom, hogy hogy vannak. Szerintem most egyébként nincsenek jól, de még akár lehetnek jól is, mindenkinek jó egészséget kívánok. De leginkább az országnak kívánok jó egészséget, ahhoz meg nem biztos, hogy rájuk van szükség. Hát köszönöm, ez legyen így. Nagyon szépen köszönöm Bánki Györgynek, hogy eljöttél. Köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet, és hogy az elején is elmondtam, amennyiben tehetik, támogassák a lapot, iratkozzanak a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is csinálhassuk az ilyen műsorokat. Nagyon szépen köszönjük.